láttak napvilágot. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Déri Nék Kulturális Központban. Hamarosan kezdődik az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanévzárója. Plósz Csilla igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Mindig várják a gyerekek ezt az utolsó napot, de gondolom a pedagógusok is. Így van, kevés olyan jeles nap van és ünnep az évben, amit egyaránt várnak a pedagógusok és a gyerekek is. Ez az egyik ilyen jeles nap a tanévzáró. És hát mi is mindig itt vagyunk, és látjuk, hogy milyen örömmel lépnek fel ilyenkor is a gyerekek, hiszen bemutathatják, hogy az adott tanévben hogyan teljesítettek. Hogyan értékeli a iskola idei tanévét? Hagyományokhoz szíven ismét egy nagyon eredményes tanévet zárhattunk. A növendékeink nemzetközi, regionális és megyei versenyeken vettek részt, amelyen nagyon szép eredményekkel tértek haza. Erre mindig is büszkék voltunk, és ezeket az értékeket az elkövetkezendőkben is szeretnénk megtartani, és bízom benne, hogy a következő években még több gyermeket tudunk eljuttatni versenyre, akik az ott szerzett érmekkel, oklevelekkel még inkább erősítik és öregbítik a karcagi Erkel Ferenc Művészeti Iskola szakmai hírnevét. És hát ez a tanévzáró, ez mindig rendhagyó, hiszen nem csak átadom a bizonyítványt és jó nyarat kívánok a tanulóknak, tehát szoktuk látni, hanem azért egy kis hangverseny is mindig minden alkalommal van. Itt mondta nekünk, hogy lesz egy kis meglepetés, nem nagyon akarja azért elárulni, de nézőinknek áruljuk azért el. Igen, akkor elárulom. Nem csak komoly zenei műsorszámmal készültek ma a gyerekek, hanem a tanévzáró ünnepi végén egy könnyű zenei műsorszámot is előadnak. Ennek az az érdekessége, hogy ezt nem mi pedagógusok kezdeményeztük, hanem maguk a gyerekek. Jelentkeztek ezzel az ötlettel, és leszették a YouTube-ról a zenének az alapját, illetve mindent, ami szükséges ahhoz, hogy elő tudják adni, és ők maguk meg is tanulták, persze tanári segédlektel, de csak gyerekek szerepelnek ebben a műsorszámban, és ez tőlük jött ez a kezdeményezés, és ez külön jó leső érzés számunkra, hiszen ezt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek maguktól kezdeményezzék az együttműzsikálást, hogy legyenek önálló ötleteik, és nem mindent mi tanítsunk meg nekik, és mondjuk el nekik, illetve mutassuk meg, és állítsuk össze a csapatokat, hanem ők önállóan kezdeményezzék ezt. És ez most megtörtént, ez egy csoda. És tudjuk-e, illetve ön tudja, csak hogy elárulja nekünk, hogy mit fognak előadni? A szám címe Happy, és most bevallom őszintén, hogy nem tudom az együttes nevét, de nagyon-nagyon vidám szám, a nyári szünetre nagyon alkalmas, így a szület elején, és ezzel örülnek a gyerekek annak, hogy kitört a vakáció. Én akkor azt kívánom, hogy a nyári szünetben töltődjenek fel a tanítványok is, pedagógusok is, és akkor szeptemberben újult erővel kezdjenek az új tanévhez. Ezt kívánom gyerekeknek és kedves kollégáimnak is, hiszen úgy gondolom mindenkire ráfér a pihenés, hogy energiát és erőt gyűjtsünk az új tanévkezdéshez. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is!